1924. december 25-e egy fontos napja a magyar irodalomnak. Ekkor született ugyanis Nyíregyházán Váci Mihály. A Kossuth és kétszeres József Attila díjas költő, műfordító a 60-as évek közepétől lett elismert Magyarországon, és máig az egyik legtöbbet idézett irodalmi alak. Ezen a tájon született itt Nyíregyházán, itt tanított a Bokortanyákon, tanyasi néptanító volt, szülei kétkezi emberek voltak, kétkezi munkások voltak, erre nagyon büszke volt, pontosabban paraszti származására, és az ő költeményei, novellái, azok nem csak itt Nyíregyházán és a megyében, hanem országos visszhangot váltottak ki. Íj és Gyula volt az, aki felkarolta őt, látta benne a tehetséget, és végigkísérte pályáját, az az Íj és Gyula, aki nekünk etalon és útmutatás, és annak is nagyon örülök, hogy Váci Mihály irodalmi munkásságát, életművét megfelelően ápolják itt a városban, a környékén. A színház előtt például egész alakos szobor van Váci Mihályról, de a megyeszékhely kulturális központja is az ő nevét viseli. Ez azonban 2014-ben majdnem megváltozott. 2014-ben ez az épület az Agora projekt keretében teljesen átépült, megújult, és az országban 14 Agora típusú intézmény van. Nagyon sokan azt a nevet vették fel, itt mellettünk Debrecenben Agora Debrecen, Tatabányán a Vértes Agórája, Kecskeméten a Híros Agora. Fölmerült itt is a névváltoztatás, illetve a névadás lehetősége, de mind a városvezetés, mind pedig jó magam ragaszkodtunk hozzá, hogy ez az elnevezés a Váci Mihály Kulturális Központ maradjon meg, ugyanis a Kulturális Központ név az Agora funkciókat lefedi. Váci Mihály munkásságáért posztumusz díszpolgári címet kapott Nyíregyházán, és most már a megyei értéktár része is. 150-re bővült a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei értéktárba szereplő értékek száma, és ez a 150 ez egy szimbolikus érték is, hiszen Váci Mihálynak a munkássága került be, és azért 150-ként, mert Stig Gyula elnök úrral, az előterjesztővel arról beszéltünk, hogy a városi értéktárba, Nyíregyháza városi értéktárba 50-ként került be, és akkor most a születésének a 100. évfordulójához közeledve, hiszen 2024-ben lesz ez az évforduló, úgy gondoltuk, hogy a 150 az egy méltóképpen történő megemlékezés lenne. A megyei értéktár bizottsághoz azóta már érkeztek újabb javaslatok, így hamarosan újra üléseznek, és tovább bővülhet az értéktár.